Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Várfog Galériában, Kornis Péter kiállításának a megnyitóján. Kovács Krisztina vagyok, a galériának a művészeti vezetője, művészettörténésze, és először is szeretném felkonferálni Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedű művészeket, akik Bartók duókkal fognak minket megörvendeztetni. Köszönöm szépen! Először Bartók Béla Erdélyi Tánc című dúóját, majd a Bánkódást és a Dudaszót fogjuk előadni. Thank you.
szépen köszönjük! Még Barnabás és Katalin játszani fog néhány fantasztikus Bartók dúhót, de most engedjék meg, hogy néhány szóval köszöntsem Önöket, és köszöntsem Kornis Pétert. Azért gyűltünk itt ma össze ennyien, hogy őt ünnepeljük, és együtt örüljünk teljes szívvel az ő kiállításának. Hatalmas nagy öröm az egész Várfog Galériának, Szalóki Károlynak, a tulajdonosnak, kollégámnak, Kockás Marcellának, nekem is, és az egész gyakornoki csapatnak, hogy itt ma este felavathatjuk Kornis Péternek a legújabb kiállítását. Utoljára a magyar közönség a műveit 2017-ben láthatta, itt a Várfog Galériában, és fönt a Magyar Nemzeti Galériának az elképesztő, nagyívű, retrospektív jellegű kiállításán. Ez a két kiállítás pedig egy nemzetközi kiállítás hullámot indított meg az elmúlt években, és olyan csodálatos helyeken mutattuk be Kornis Péternek a műveit, mint a Bukaresti Szépművészeti Múzeum, a Prágai Oltán Hall Galeria, ahol szintén nagyjából 130 fotográfia volt látható, a pozsonyi Mirbach Palota, a Római Múzeum di Roma in Trastevere, a kolozsvári Bánfi Palota, a Moszkvai Klasszikus Galéria, a Szentpétervári Rossz-Fotó Múzeum, és két éve Párizsban, a Galerie Kellerben és a Liszt intézetben látható kiállítások. Közben Kornis Péternek az életműve bekerült a Szépművészeti Múzeum Kemkiébe, a kutatóintézetébe, ahol konferenciát is nagy örömünkre megrendeztek. Fantasztikus dolog, hogy ez az archívum ilyen gondos kezekbe kerülhetett, és most itt vagyunk újra, és együtt örülünk Kornis Péter kiállításának, ami mondhatom azt, hogy a magyar fotótörténetnek a legnagyobb ívű és leghosszabb fotóprojektjét mutatja be, annak eszenciáját, 55 év munkáját, széknek a történetét, ezért a cím Hosszú úton 1967-től 2022-ig. Ez az út Novák Ferenc Tatával indult el, akit kiemelten köszöntök itt körünkben. Ő volt az a nemzet művésze, a Kossuth díjas, Erkel díjas, koreográfus, rendező Kornis Péter barátja, aki elvitte Kornis Péter székre 67-be. Itt látta meg Péter az élő paraszti kultúrát, és indult el ez az elképesztő munka, aminek most itt láthatják tényleg egy kivonatát. 55 év munkásságából mi az, amit be tudunk mutatni? Arra gondoltunk, hogy a legnagyobb kontrasztot, a kezdetet és a véget, és most mutatjuk be itt a közönségnek azt, hogy Kornis Péter újra megújult, és itt láthatják a legújabb alkotásait, amik az elmúlt két évben is készültek. Elképesztő munka van ezek mögött, a fotók mögött, és Horányi Attila művészettörténész fogja ismertetni bővebben a kiállítást. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy Kornis Péter egy elképesztő ajándék mindannyiunk számára, az ő személye, az ő művészete. Itt vannak körünkben székről is nagyon kedves barátok, mondhatom azt, hogy Kornis Péternek a családtagjai, és a kiállításunkat Boldizsár Mari tiszteletére, az ő emlékére hoztuk létre, neki dedikáljuk. Az ő Kapára támaszkodó asszony című képe lobog a homlokzaton, itt látható a kiállításon, és ugye az egyetlen nem fotó, hanem objekt, ami látható, az Boldizsár Marinak és Balogh Mártonnak a lakodalmas pártái 71-ből. Nagyon nagy dolog számunkra, hogy ez itt lehet velünk, hogy Márton is itt van velünk, személyesen is és képformájában is, és az, ami miatt mindannyian itt vagyunk, az a szeretet, ami Kornis iránt érzünk, és a tisztelet, amit iránta érzünk, és ez az, ami az ő fotográfiáját meghatározza. Nemrégiben olvastam Viski Andrásnak a Kitelepítés című könyvében, ami egy csodálatos könyv, egy mondatot szerepelt, hogy a szeretet megvalósulása a figyelem. És Kornis Péter ez az, amit mutat nekünk. Ő nem csinált más, csak figyelt. Évtizedeken keresztül figyelte az embereket. A képeim megjelenő emberek nem modellek, ez nem egy téma, nem egy spekulatív dolog, ami megjelenik a művein, hanem figyelem, a szeretetből fakadó figyelem, és ezért vagyunk itt ma annyian, mert megérint minket ez a szeretet, ami a képeiről sugárzik, és ezért vannak itt velünk a széki barátok,
hogy együtt ünnepeljünk, és mutassák ezt a szeretetet, ami összeköt minket, amiért végtelenül hálásak vagyunk. Sok mindent végigkövethető itt a kiállításon, hogy hogyan szűnnek meg közösségek, hogyan vesznek el értékek, de látható az, hogy ennyien itt összegyűltünk, hogy itt vagyunk egy közösségben, és ami összeköt minket, az a művészet. És ebben él tovább az, amit nekünk, a mi feladatunk és a felelősségünk, hogy átörökítsünk a jövő generációk számára, és ezért nem lehetünk elég hálásak Kornis Péternek, hogy erre minket folytonosan emlékeztet. Úgyhogy köszönjük szépen, Péter! És most akkor megkérem Katit és Barnabást, hogy még hármat. Párlás tánc, utána pedig mennyasszony búcsúztató, és végül már a marosi tánc. Bemutatja a szék 55 év munkáját. Kornis Péternek ez egy elképesztő fotóalbuma lesz. Salát Zalán tervezi a könyvet, akinek köszönhetjük a kiállításnak a grafikai elemeit is. Ez már valamit előrevetít abból, hogy milyen szellemiség fogja áthatni a könyvet. Értesítjük majd mindenképpen önöket a megjelenésről, és lesz könyvbemutató is. Köszönöm szépen a figyelmet, felkérem Horányi Attilát, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm. Meg kell, hogy mondjam, rettetesen zavarban vagyok, mert megírtam a szövegemet, aztán megláttam ezt a tömeget, és arra jöttem rá, hogy valószínűleg nem kéne nekem ezt felolvasnom. Aztán nagyon megijedtem, hogy de akkor hogy fog tudni én beszélni? Jól lehet, tudok általában beszélni, ezt sokan a jelenlévők közül tanúsíthatják. Úgyhogy valami nagyon furcsa hibrid megoldásra fogok vállalkozni.
Kicsit olvasok abból, meg kommentálom, de azért alapvetően egy részét mégis el fogom olvasni, mert úgy érzem, hogy talán az volna illendő. És még egy dolog van itt, amit szeretnék előre mondani, hogy hát elmondhatatlan meg vagyok hatva, hogy itt lehetek. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, és azt hiszem, hogy itt Péternek és Krisztának kell mindenképpen köszönetet mondanom, és természetesen Károlynak, aki a 2017-es kiáltásra már fölkért annak idején, hogy megírjam a falszövegeket, illetve a katalógus szövegét, hogy ilyen értelemben aktívan foglalkozom azzal az életművel, ami akkor látszott, ami akkor állt össze erre a kiáltásra. Akkor elkezdem, amit mondani akarok. Van egy kép, amely megbújik itt a képek között. Hát még könnyű megbújni, ma annyian állunk itt, de mégis. Szóval van egy kép, amely megbújik. Máskor máshol parádézna, ahogy a témája is parádézik. Happy birthday! Ez csak így, parádézva lehet kívánni, ha ezüstösen csillogó lufi betűkkel teszi az ember. Egyébként ott van a kép. De itt inkább rejtőzik, a bejárat felől nem is látszik, csak akkor, ha kifelé megyünk az új képeknek szentelt nagy térből. Megbújik ez a kép, mert önmagában értelmezhetetlen helyütt. A Várfog galériában egy kornis kiáltáson. Pár perc kattingatás után százával találhat ilyet az ember social media feleteken, egy kisgyereket ünneplő szülinap egyszerű, középre komponált megörökítése. Mi dolgunk vele? Mi dolgunk egy olyan tárlaton, ahol a belső terem egyik képén három asszony úgy áll körbe, egy sír körül, sírhant körül, szimpadiasan, de nagyon sűrűn, mintha legalábbis ősi görög istennők volnának, a Kárpátok egy ormán. Mi dolga Kornisnak ezzel, mármint ezzel a szószártyársággal, esetlenséggel? Tudjuk jól, és itt jön a kommentár, amit most kihagyok, átugrok. Tudjuk jól, hogy az a rend, amiről az a belső terem is szól, az a rend, az elég eltűnt. És azt követte egy hosszú időszak, amely ennek az átalakulását úgy próbálta meg mégis megörökíthetővé tenni, megérthetővé tenni, értelmes fotográfiákká változtatni, hogy nagyon, nagyon szigorú kompozíciókat, szimmetrikus kompozíciókat, nagyon frontális kompozíciókat készített Péter ezeken a képeken. Nagyon hosszan tartott ez az időszak, tulajdonképpen a 2017-es kiáltásnak számtalan képe is ehhez tartozott. És akkor visszakapcsolok a szövegembe. Csak hát ez a kiáltás szakít, ezek a képek szakítottak a kompozíció szigorúságával. Szinte keresetlenek, amit egykori táncházi képe is, azok voltak, annak látszottak. És azért érdemes itt a táncos képeket megnézni, és így kicsit feleleveníteni, hogy hogy is néztek ki azok a fekete-fehér munkák. Ám míg azok azért lehettek, a korszak fotográfiai kifejezés módjában keresetlennek látszók, esetlegesek, mert a világ, amelyet megmutattak, dokumentáltak, rendezett volt, ma totálissá lett a rendetlenség, és bárhol föltűnhet egy műanyag zacskó. Van itt egy kép, ahol így valaki azzal mászkál. És többé nem az átalakuló világ egymás ellen kijátszott ellentéteinek geometrikus rendbe kényszerítése működteti a képet, nem ez ad értelmet a fotografálás aktusának. Nincs már mit megőrizni. Minden átalakult, elveszett. És legfeljebb Holland Mihály őrzi az egykori népi kultúra, de már régen nem életforma, emlékeit, dallamait, tánclépéseit. És budapesti egyetemisták járnak táncot tanítani, autentikus zenét játszani csiki ünnepekre. Ám mielőtt mindezen keseregni kezdünk, hogy úgymond úgy oda lett az autentikus magyar népi kultúra, érdemes talán magunkra néznünk bele ebbe a székről küldött tükörbe. Mi például itt Budapesten mennyire és milyen módon tartottunk és tartunk fenn egy autentikus városi, hogy ne mondjam, polgári kultúrát? Vajon az, hogy más zacskókkal járunk az utcán munkába, ténylegesen mássá tesz-e minket? A kiáltás mellett, ahogy az előbb Krisztától is hallottuk, Kornis Péter egy kötetben is összefoglalja ezt a
55 évet, amelyet szék fotografálásával, megismerésével, megörökítésével és közben a székiekkel való barátkozással töltött. E kötet egy válcatában, egy korábbi válcatában szerepelt két kép, amely a végső válcatban nem lesz bent. Én sem mutatom most meg, de röviden leírom. Az egyiken egy 60-as években készült felvételen Kornis fekete öltönyben áll egy falusi ház mellett, egy Marcello Mastroianni az Édes Élet széki újraforgatásán. A másikon tavaly készült, legközelebbi barátaival, feleségével és unokájával látszik, egy tavalyi erdélyi túra egy ebédjének a végén. És bár Péter mindig nagyon feszes és pontos, egy pillanatra mégis az volt az érzésem, mert két kép egymás mellett láttán, hogy ő is, és persze mi is, drámaian átalakultunk, és valamit, ezen közben, talán mindent, minden formát elvesztettünk. És hogy nincs meg a kincs, Kosztolányival szólva. De hogy talán ez nem is baj, mert az élet történelmi távlatokban mindig is így működött. Életformák jönnek, mennek, egymástól tanuljuk, majd tanuljuk újra, periféria a centrumtól, centrum a perifériától, majd elfelejtjük, és csak a figyelem marad egymás iránt. Még a fogadó képről szeretnék, arról a fekete-fehérről beszélni egy pillanatig, és a bejárattal szemben kiáltott esküvői emlékről. Mind a kettő kilóg a kiáltásból, az egyik azért, mert fekete-fehér, egy vintás kópiája már az első várfokos kiáltáson is ki volt állítva, a másik pedig nem fotográfia. A fotográfián egy asszony siet át a völgyön. A sietség az útnak, a megérkezés vágyának szól. Nehéz is nem úgy nézni azt a képet. Ám mögötte a táj, a hegyoldal, bár hömpölyögni látszik, mégis ugyanúgy van, évszázadok óta. E kép így világosan érzékelteti az egyén és az egyén feletti természet időviszonyainak különbségét. E kétféle idővel, a sietség, átalakulás, megérkezés emberi és természeti, történeti, emberfeletti idejével szemben az emlék másként működik. A természeti, történeti idő könyörtelen, ám sok mindenre választ, megoldást adó haladásával szemben, az elmúlással, annak fájdalmával és az emlékezés kötelességével szembesít. A szerető figyelem parancsával, amelyről ez a kiáltás is szól. Ahogy a latin mondja, sic, avagy így. Köszönöm a kiáltást, megnyitom. Még egyszer hadd köszöntsem Holland Mihály körünkben, Márton, Kicsi Zsuzsit, Kicsi Marit, többieket. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt vannak velünk, hogy itt van Tata is velünk, hogy itt vagyunk együtt. És mindig azt szoktam mondani, hogy legyenek vendégeink egy pohár borra. Most Boldizsár Mari kocintós mondatát adom önöknek. Békesség, barátság, jónak látom. Ebben a szellemiségben kocintsunk ma este, és legyünk együtt. Köszönöm szépen!